A nyelviskolák szakmai szervezete ettől a héttől kezdődően engedélyezte a hagyományos kontaktórás nyelvvizsgatanfolyamok lebonyolítását. A nyíregyházi Big Ben nyelviskolában kettőtől várják az idegen nyelv iránt érdeklődőket. Eleinte főleg egyéni képzéseket és kis létszámú csoportos oktatásokat bonyolítanak le. A tanórák során számos higiéniás előírásnak eleget kell tenni, védve ezzel a tanulók és a tanárok egészségét. A kézfertőtlenítőknek a használata a diákoknak, amikor közösségi térbe lépnek, akkor a maszkoknak a használata. Órán belül a tantermekben eldönthetik, hogy szeretnék-e használni vagy sem. A másfél méteres távolságok vannak meg a diákok között, a padok között, tehát át lett a hely rendezve, illetve a termek át lettek rendezve, hogy kevesebb létszámban mennek az oktatás tovább, és így a diákok nem egymás mellett ülnek, hanem lehetőség szerint megvan a távolság köztük. A nyelviskolákban előírás lett továbbá a gyakori szellőztetés. Egyszer használatos fertőtlenítőkendőkkel pedig az ajtók kilincseit is rendszeresen áttörlik az ott dolgozók. Ezen a területen is nagy változás volt a digitális oktatásra való átállás, amellyel ugyan eleinte akadozva, de sikerült lebonyolítani a tanórákat és vizsgákat. Ez nagyon gyerekcipőbe járt az elején, a tanárok se tudták hirtelen, hogy mihez kezdjenek, milyen anyagokkal tudják kiegészíteni, de gyorsan egy héten belül át kellett állni arra, hogy mindenki online formában tanulhasson. A lakossági képzésekre volt leginkább jellemző, hogy az online oktatást megkezdték. Céges képzések esetében is volt, aki át tudott ráállni, de a nagy többséggel állította a képzést. Az online oktatásban különböző felületeket használtak, ahol videókat nézhettek meg, illetve párbeszédes feladatokat tudtak használni, illetve befotózott feladatokat, linkeket alapján tudták a diákok megkapni a házi feladatokat, illetve azokat az órai anyagokat, amiből dolgoztak. Az intézményvezető hozzátette, több esetben az internet elérés gyenge minősége miatt szakadt meg a kapcsolat egyes diákokkal, így ők néhányszor lemaradtak a tananyaggal, arról ugyanakkor nincs információ, hogy a jövőben marad-e ez a formátum. A magyar kormány egy korábbi rendelkezése szerint ebben az időszakban közel 70 ezer olyan magyar állampolgár kapta meg diplomáját, akik korábban nem rendelkeztek megfelelő nyelvvizsgabizonyítvánnyal. Emiatt a döntés miatt a nyelviskolák nagy részénél sokan lemondták tanfolyamaikat és vizsgáikat, ugyanakkor a szakma szerint továbbra is van igény idegen nyelvek elsajátítására.